Egyedülálló kezdeményezés indul a városban. Miskolc polgármestere önkormányzati képviselőkkel közösen járja be a város köztereit, és a felmerülő problémákra is közösen keresnek megoldást. A bejárás a belvárosban kezdődött, ahol a legnagyobb gondot az éjszakai élet és a díszburkolat minősége jelenti. A vendéglátósokkal fórumot is szerveznek a felmerülő problémák orvoslására. A belvárosból érkezik a legtöbb jelzés az önkormányzathoz, ezért itt kezdték meg azt a bejárás sorozatot, ami az egész várost felméri majd. Szopkó Tibor, a terület önkormányzati képviselője mutatta meg a városgazda szakembereinek és Verespál polgármesternek a fő problémákat. Ezek teljesen új lapok. Az önkormányzati képviselő szerint a legfajsúlyosabb gondok a színva teraszt és környékét érintik. Rengeteg lakossági megkeresést kaptunk ez ügyben, viszont így, hogy polgármester úrék is látták, hogy mi a helyzet itt a belvárosban, így boldogan jelenthetem be, hogy abban maradtunk, egy fórumot fogunk kezdeményezni. Ezt már el is indította egyébként a hivatal, egy fórumot fogunk kezdeményezni a belvárosi vendéglátóhelyek üzemeltetőivel. A fórum segítségével a vállalkozókkal közösen szeretnének megoldást találni az éjszakai élet okozta problémákra. A belváros bejárásánál a színvaterasz burkolatának hibáit is feljegyezték. A többi közt hamarosan a busz megálló helyreállítása is megkezdődhet. Október 15-ig lesz ez megcsinálva, mert folyamatban van az alvállalkozóval a munkálatok megbeszélése. A városvezetés a belvárosban kezdte a bejárást, de itt nem ér véget a sorozat. Verespál elmondta, már hetek óta tervezték, hogy feltérképezik a városban lévő problémákat, de a koronavírus ezt eddig meghiúsította. Nyilván varázsütésre nem tudunk megoldani mindent, de azon vagyunk, hogy lehetőségeink szerint anyagi források átcsoportosításával, illetve akár még egy jó szándékú beavatkozással, esetleg költség nélkül is, meg tudjuk oldani azokat a problémákat, amik javítják az ott lakók és az ott megfordulóknak a közérzetét. A következő időszakban többek közt Lilafüred, Diósgyőr, a Győri kapu, a Helyű Csaba és a Szentpéter kapui városrész állapotát is felmérik a szakemberek.